Pipi tábor. Fú, ha erre gondolok, kiráz a hideg, mert egyszerűen annyira izgalmas. Stipi az elit diákok krémje. Egy egyedülálló ösztöndíjprogram, tehetség határok nélkül. A tehetség az egyik legértékesebb nemzeti erőforrás, és ezen belül a tehetség támogatása, ami nagyon fontos, hiszen a 21. századi társadalmat majd ők fogják alakítani. A Stipi szeretet. Stipiben az a különleges, hogy olyan lehetőséget kínálunk tehetséges magyar fiataloknak, ami nincs is nagyon máshol a világon. Akár egy olyan ösztöndíjat is megkaphatnak, amivel a teljes tanulmányi költségeiket finanszírozhatják, és minden egyéb kiadásokat is, egy vagy aztán több tanéven keresztül a világ legjobb egyetemein. Egy olyan állami jellegű befektetés a jövőben, ami egyes embereknek lehetővé teszi, hogy a világ legjobb egyetemein tanuljanak tovább, és ezzel elérjék a céljaikat. Stipi egy csapatjáték a világ minden táján. Tultam szép hazámból. Én nagyon szeretek énekelni. Dániába jelentkeztem, egészen pontosan az Aarhusi Egyetemre. Főként közgazdasági vonal ez, amit én képviselek. A Stipi a nyaram egyik legizgalmasabb pontja. Ez egy szakmai kiválasztó tábor, de nem matek példákat oldunk meg. Ti inkább rájuk, mint emberekre vagyunk kíváncsiak a csapatjátékra, hogy tudnak együttműködni egymással, hogy tudják saját magukat megmutatni. Stipi, tehetség határok nélkül. Nekem a humánum, a kisugárzás, az őszinteség, a tenni akarás nagyon fontos, és azért tartom nélkülözhetetlen ugródeszkának, mert lehetőséget ad arra, hogy azokat az akadályokat, amelyek nem a tehetségből adódnak, hanem esetleg financiális problémák, azokat kielégíti és hozzá tud adni ahhoz az ösztönző munkához, amelyet ezek a fiatalok végeznek folyamatosan. A UCL-en szeretnék matematikát tanulni. Szeretnék segíteni az emberiségnek valamivel, amit én találok ki. Az volt a feladatunk, hogy kell készítenünk egy videót, amiben bemutatjuk, hogy milyen értékeket hozunk Magyarországról. Tanítottam egy kis néptáncos videót a többieknek, és csinálunk majd felvételeket focizásról és mindenféléről, magyar ételekről, mindenről, ami hozzánk tartozik. A bíráló bizottságnak vagyok az egyik tagja. Az instruktorok elküldik az ajánlásaikat, kiválasztják ebből a rengeteg tehetséges gyerekből azt a tehetséges gyerekkontingenst, akiről majd nekünk dönteni kell. Bizonyos idő után már nincsenek titkok, bizonyos idő után már lekerülnek ezek a sallangok, meg mindenféle ugye, modorosság, megnyílunk egymásnak, hiszen abban lehet fejlődni. Minden órában lejjebb esik az állam, hogy micsoda világuk van, meg milyen tudásuk, meg micsoda rálátásuk dolgokra, úgyhogy iszonyú izgalmas velük dolgozni. A Leideni Egyetem Hágai Campuszán fogok nemzetközi tanulmányokat tanulni, és amikor olvastam, hogy tudok jönni a táborba, akkor nagyon boldog voltam. Minden reggel lehetőségünk van különféle programokra jelentkezni, például úszás, futás, labdajáték, ilyesmik. Én mindkét nap a futásra jelentkeztem. Azt gondolom, hogy számtalan olyan diáknak hozza el úgymond a megváltást a tanulmányaikban, akiknek vagy szociálisan, vagy egyéb okokból nem lenne lehetőségük külföldön tanulni. Stipi nekem egy fantasztikus közösség. Elképesztő látni, hogy milyen különböző területeken tehetségesek, és hogy próbáljuk őket kinyitni folyamatosan. Nekem a Stipi egy olyan közösséget ad, ami még külföldön is az otthonomra emlékeztet. A Stipi számomra az egyik legizgalmasabb lehetőség. Idén C-komponenses pályázóként érkezek a Stipi táborba, ami azt jelenti, hogy tavaly már itt voltam és nyertem, és most újra pályáztam egy évi támogatást a programtól. Nagyszerű élmény volt kint az ETH Zürichen tanulni, ez egy élvonalbeli egyetem a Zürichi gyönyörű partján. Idén második évben hirdettük meg a Stipendium Peregrinum ösztöndíjat. Ez azt jelenti, hogy vannak olyanok 17-en, akik már most is kint tanulnak valamelyik nagyon jó egyetemen Stipi ösztöndíjjal, és számukra hirdettük meg most ezt az ösztöndíj lehetőséget ismételten, tehát az első tanév után most a következő tanévet is finanszírozhatjuk a Stipi ösztöndíj segítségével. Én az Oxfordi Egyetem filozófia, politika, közgazdaságtan szakjára jelentkeztem,
Olyan az érzés, mintha egy táborban lennék, nem mintha egy kiválasztó programban, mint az életem múlhat. Igyekeztünk Zitával minden jobb hangulatot teremteni, olyan játékokat kitalálni, olyan közös pillanatokat kitalálni, ami oldja azt az alapvető feszültséget, hogy mégiscsak egy versenyben vesznek részt. Azt figyelem, hogy közösségben hogy találják fel magukat, hogy kommunikálnak, milyen érzéseik vannak a hazájukkal kapcsolatban, ami szerintem nagyon fontos dolog. Stipi az elit diákok krémje. Valójában tényleg arról szól, hogy az emberek kihozzák magukból a legjobbat azon a téren, ahol a legjobbak. Olykor azt érzem, hogy óriási kulturális és generációs szakadékok vannak, de ezek a táborok mindig megnyugtatnak, már múlt évben is instruktorként, most meg táborvezetőként, hogy mégis van közös nevező, van miről beszélgetünk egymással. Az elitképzés minden országnak a legfontosabb tevékenysége. Mi most ebben veszünk részt, megtiszteltetés.